1989. szeptember 26-a kedd van. Marikával eljöttünk Donau-Eschingenbe megnézni a Duna forrását. És hol folyik, édes? Ott folyik, ott jön ki a Duna. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy nagyobb résen jön, el sem lehetne egy dugóval dugni. Ó, akkor hiába hoztuk a dugót. Vagy hiába hoztuk volna. Über den Meere. Hány méter, édes? Hány méter van a hátad mögött fölírva? 678 méter magasan vagyunk a tenger szintje fölött, és innen csurog a Duna. Egy nagyon szép medence van itt, kristály tiszta a vize. Ilyen tiszta a Duna víz. Itt ki van írva Donauquelle. Egy szép szobor van fölötte. Mit? Arra elfolyik, nem ott folyik ki. Nem ott folyik be, hanem ott folyik ki. De akkor hol jön ki? Na majd közelebb megyünk és megnézzük. Föl van jegyezve, ugye tengeri 2840 km. 2840. Hey, guck mal, wo der Wasser rauskommt. És ott lehet látni, hogy a víz hogy jön föl. Von der Mitte auch. Igen, és a körbe. És ott folyik el. És ott folyik el. Onnan aztán már megy a tengerbe. Onnan már megy a tengerbe. Családát is ezt a kecskét. Ezt teszik a nyugat. Ki kér még a családát?
Tessék! Ez jó saláta! Igen. Ott van valami jókla. Itt van. Végén elengedjük. Akarod hozni? Nem. De először őt kérdezzük meg, hogy akarod hozni? Nem? Adjam oda... Neki adja? Majd te is hozhatod egy kicsit. Mehet? Igen. Gyere, gyíkocska. Nagy! Nem úgy csinálj már a pirosat. Nem akar kimenni. Fél, azt hiszi, hogy ott a, arra, erre menjél, jó? Jaj, bravo! Nem esel le? Mi? Nem esel le? Menj közelebb egy kicsit. Most is közelebb. Krisztián! Hozd a labdát! Rúgj az a labdát! Krisztián! Szaladj az ágynak, rúgj az a labdát! Ja, most mert nem kell az a villanyolját. Thank you.
följebb. Gyere, Barbi. Mondok meg. Most kaptok meg. Hát még nézed, hogy eszi. Most mondok meg. Jó. Nem nagyon eszi? De ez nagyon eszi. Oda? Gyere! Ez megeszi. Hé, gyerte! Ez megeszi. Messzi, bambuska, messzi. Igen, a maszkot is elhagyom. De jó! Főjebb tettek, hogy nagyobb a kalukra. Hoztál még? Jó van? Főjebb nyomja az áldát. Oda beledobálhatod. Itt milyen sok van, gyereke! Hadi csak szépet legyen! Jaj, de sok van! De azok a sok van. Tessék! Nagyon! Ide kell belemadni. János! Krisztián von Gelbenhausen. Jól mondom? Erősebben. Most a Katika. Erősen, ide mutasd. Ádám is, bele. Erőlködik a kis arany. Apucinak jobban ment. Jó van! Nekem! Jó van! Jó van! Ugye most váltott? Kaka!
Okay, Flamenco. Das ist Italien. Vegyék egy Marékkal, és akkor abból kiszakadunk. Dat ons vinden we wel geweest, maar ja, gaan we nou, moet ik dat zeggen, helemaal iets zwingen gingen, maar ja, dat is ja. ...1989, november 1-je van, szerda van ma, gyerekek? Szerda. Szerda. Kirándulunk Katalinékkal Signal de Bougie-ba, és próbálunk tüzet rakni, de sehogy se akar égni. Vizes a fa. Ég vagy nem ég? Ég. Ki volt ügyes? Ég. Apu. Most ég az a Jaj, de ügyesek! Katalin! Ragyogó! Felváltva kéne mindenki fújjon egy kicsit. Ádám, te is fújjad! Ki a fejed? És hogy tetszik ez neked, Ádám? Mi ez a zaj? A Signal de Bougie gyerekjátszó téren. Új bitumen réteggel látják el az utakat. Hol az Ágnes? Ágnes is ide jött. Ezt az autógumit fel kell oda húzni. Most az anyuci jön. Jaj, de jó!
Hopp. Az Ádám jön. Puff! Fölmentek az Ágnesék, és ott az anyuci. Csinálják az új játszóteret. Bronz szobor, amin az Ágnes ül, és megpróbálja elindítani. Nem megy, Ágnes? De, indul. Indul? Bonjour. Nem áll föl, Ádám. Leesel arról. Nem. Nagyon megütöd magad, édes. Ne! Akkor te jössz az enyém. Akkor hátam mögött. Nem, te az enyém. Az egész család fölfér. Leestél? Fogjam a csomagot? Az egész család rajta van, egy hintán, jaj, de jó! Ide nézzetek! Jó van! Katika is nagyon szereti ezt. Indulsz? Jaj, de jó! Kapaszkodj! Hello! Katinka megnézi a messze távolban. Mi van ott a messze távolban, drága? Igen? És milyen érzés? Egy kicsit rossz. Egy kicsit rossz? Hello! Hello, Ágnes! Na, megint elment volna.
Katinka, ha egy kicsit rossz, akkor mi jó benne? Mert nem akar menni. Szerintem te kiskel az ajtót. Nem akar. Visszajövök. Ne sírj. Nem. Hozzá megyünk a mamához. Nem akarom. Ne sírjál. Kérdezem, ne sírjál. Nyugodj meg, édes. A gyerekek is hazamennek. Ők se fognak itt maradni. Nem akarom menni. Nem akarom én. A vár az apuka, vár a papa, ott van a Sandrin is. November 2. este van. Jánosék, Patrice, Andika és a két kislány vannak itt. Vacsorázni fogunk. És most előtte a Computer Graphics-el beszélgetnek. Te mit HP DeskJet? Aha. LaserJet? Nein. Nein? DeskJet. DeskJet? Inkjet? Aje donc, c'est DeskJet? A tintát spritzel. Mais ça c'est, je pense que c'est une photocopie. Lehet, hogy ez egy csak egy fotokópia, mert egyet csinált, én meg csináltam kopiát. Pencset. Ja. Mikola. Ja. Ich kenne auch eine andere mit Farbe. Das ist, ich kenne nicht diese Nummer. 7, 8, 9 und der. Hast du welche? Ja, ja. Und das ist die Farbe und. Itt a terítés. Ha a kis feleségem megengedné, akkor bekapcsolnám azt a 3 kört itt még. Üljetek le, édes! Üljetek le, mert csinálom a... Ez egy kontümedi kilete. Az, hogy meg itt is tisze? Hát, de fa. Hiszi, no, sem, hogy talán... Szóval... Ez lesz a vacsora. Kis feleségem szépen mindent megterített. Ott áll ő. Bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Ez költsike. Csak azt mondta, hogy valamit gyorsan csak az asztalat tesz. Christian, il parle... Il parle hongrois, les enfants? Oui, oui, oui. On s'adore. Oui, il adore les enfants. Nagyon jól kapott fotók. Aussi un peu retrouvé ça. Vacsora után nagy fénykép nézegetés. Ki kicsoda, és hogy mennyit nőtt azóta. November 5. vasárnap van. Katalinék ma utaznak haza. És észrevette Katalin, hogy egy ilyen óriási szivárvány van reggel. Éjjel esett az eső. És hát nyilván most is apró vízcseppek vannak.
bitte gleich mal so. Tünike.